Ludányi Emőke Balassagyarmatról érkezett, és ugye azt írtad a bemutatkozó leveledben, hogy te gyógyult daganatos beteg vagy, amihez azt gondolom, hogy a fermentált ételek fogyasztása is hozzájárult. Igen, mert sajnos kemoterápiát és sugárterápiát is kaptam a melldaganat operálás után, mint egy gyógymódot, és azt vettem észre, hogy a bélműködésem nem lett a régi, és ezért valamit akartam tenni, hogy a hasznos baktériumokat megerősítsem, igen, és el tudjanak szaporodni, és akkor így próbáltam fermentált ételeket fogyasztani, illetve előtte készíteni. Ami nekem nagyon tetszett még mielőtt az uborkádról beszélnék, hogy olyan szeretettel írtál a kovászról, hogy te a kovászt hogy neveled, ami azért azt jelenti, hogy nyilván kovászos kenyeret is sütsz például. Hát az lett mondhatni a szenvedélyem mostanában, mert évekkel ezelőtt, amikor elkezdődött a Covid járvány, akkor a férjemmel elkaptuk a betegséget, és karanténba kerültünk 2 hétig, mert akkor még annyi volt, és hát valamit ki kellett találjak, hogy eltöltsem az időt, és akkor nevelgettem a kovászt, és azóta is nevelem, úgyhogy 3 éves kovásszal dolgozok. Sütöm a kenyeret, de kísérletezek, hogy süteményeket is kovásszal készítem, próbálom kiváltani a sütőport kovásszal. A természetes a piskotát azt nem lehet, de a pitékbe teszek a megmaradt kovászból, palacsinták nagyon finomak, a nokedli az valami fenomenális, ajánlom, hogy kipróbálják. A kalács, minden, ami sütőport kíván, az helyettesítem kovásszal. Hát és mennyivel egészségesebb, mint tudjuk. És akkor ejtsünk szót a nyertes, amivel ugye bekerültél a kiváló helyezetek közé. Ez a télire eltett marosmenti uborka, ez valami nagymama recept? Igen, hát nagy-nagy szeretettel emlékszek vissza a gyerekkoromra. A nagymamám mellett mindig voltam, amikor főzött, amikor háztartást végzett, amikor sütött. Részben a kovászos kenyeret is ezért készítem, mert kerestem gyerekkorom óta azt az ízt, amit nagymamám kenyereiből elraktároztam az elmémbe. És nála láttam ezt az eltevési módot, és ugyancsak a daganatos betegségemre visszatérve, szerettem volna elkerülni a tartósítószerek használatát, ezért visszaemlékeztem, hogy ő soha nem használt sem szalicilint, sem semmit, és ezért készítem mostanában a savanyúságokat is tartósítószermentesen. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok neked ehhez az életmódhoz, amit választottál, meg aztán, hogy még találkozzunk. Még annyit szeretnék elmondani, hogy ne vonakodjanak tartósítószermentesen elkészíteni a télire eltett dolgokat, a savanyúságokat, lekvárokat, még a szörpöket is, mert tényleg, hogy működik, és az egészségükért tudják ezt tenni.